Öt forduló után edzőváltás történt a DVTK-nál. Dragan Vukmir távozását követően Kuznyecov Szergej vett át az irányítást csapatunknál, aki szerint nagy felelősséggel jár egy olyan nagy múltú klubnál dolgozni, mint a Diósgyőr. Én szeretem az én lépéseimet, a felelősséget is vállalni. Igazából meg az, hogy vezetőedző, nyilván nekem könnyebben azt a koncepciót, azt a játékstílust, amit én képviselem, nyilván nekem sokkal könnyebb ezt megvalósítani, mint másodedzőnként, mert másodedző csak ajánlja például ami dolgokat, és akkor vezetőedzőnek el kell dönteni, hogy ez így akarja csinálni, vagy másképp, mert ő nyilvánvalóan, ővé lesz a felelősség is. Új vezetőedzőnket nem csak a körülmények győzték meg arról, hogy Diósgyőrben folytassa a pályafutását, hiszen a vezetőség támogatta az ő elképzeléseit. Felkeresték olyan csapatok, ahol már megvolt a keret, csak hogy cserélgetni akartak az edzőt. És akkor nyilvánvalóan ez egy kicsit már másabb szituáció, mert akkor neked hozzá kell tenni magad, hogy azonből mi van azok a játékosokkal, és már megpróbálni nyilván kisegíteni a krízis szituációt, az egy kicsit teljesen másabb a szituáció. Itt, amikor beszélgettünk a Diósgyőrről, akkor nyilvánvaló, hogy elsősorban stabilizálni kellett az eredményt, meg a játékot, de mi nem csak erről időszakról beszélünk, hanem a jövőből dolgokból, hogy látom, milyen stílus képvisel, mit szeretnék elhozni Miskolcra. Kuznyecov Szergej számára pedig az is fontos, hogy a játékukkal a szurkolókat is megörvendeztessék. Mi azért futballozunk, hogy a szurkolóknak hozunk egy kis érzelmi dolgokat, mert nagyon sokan dolgoznak, nagyon sok nehéz pillanatai vannak, ahol nem tudnak kikapcsolni, nem tudnak kivenni magukból ezeket az emóciókat, meg minden, és akkor eljönnek. Szóval én úgy tekintem a futballt is, mint például a színház, vagy más valami, ahol csak ott nem lehet kimondani az emócióidat. Itt stadionban a szurkok ezt megtehetik, és nyilván, hogy nekünk a játékosoknak is ezt mondom el mindig, úgy kell futballnunk, hogy tényleg megpróbáljunk a legjobbat kihozni belülünk, hogy a szurkok lássák, mert lesznek nehéz mérkőzések, lesznek vereségek, de nagyon fontos a szurkolóknak is látni azt, hogy nem minden képen, hogy kapott ki a csapat. Ha oda tette magát, ha minden megtette, és per pillanat az ellenfél volt jó, vagy itt alakult a szituáció, én biztos vagyok benne, hogy a szurkolók nem fogják semmi rosszat megmondani a csapatnak. Bravo Piros, bravo Eszker! Tartsd a labdát! Nagyon szép! Igen, és most visszatámadás! Piros, bravo! És hogy milyen futballra kell számítani Kuznyecov Szergej irányítása alatt, azt maga a mester is kifejtette nekünk. Számomra fontos, hogy a játékosok élvezik azt, amit csinálnak. Szóval mindig megpróbálom megkeresni a játékosoknak a legjobb pozíciót, ahol ők a legjobban érzik magukat, és az alapján összerakni a sémát, mert a séma végül is nem a legfontosabb. A legfontosabb megtalálni minden játékosnak olyan pozíciót, ahol legjobbat tudna mutatni. Nagyon szeretem a látványos támadó futballt, és annak vagyok a híve is, hogy meg kell próbálni agresszív, dinamikus futballt mutatni, és erre kell törekedni, és ebbe kell fejlődnünk. Ezt a mágnes táblán is szemléltette. Egy 4-3-3 felállásban vagyunk, ahol a szélső támadók szélén vannak, ahhoz, hogy meg tudjunk széthozni az ellenfél vonalát, és hogyha betömörödnek, akkor nyilván hagyjunk a legjobb oldalt a szélső játékosunknak megvalósítani, mert így kifelé tud menni, befelé tud menni, meg tudja játszani, meg tudja tartani, át tudunk kapcsolni a másik oldalra. Szóval ez erre van, hogy a két 8-as, 10-es középpályás pont ugyanez megcsináljon, hogy meglegyenek ez a mélységi beindulások, mert ez a modern futballban a legfontosabb dolgok, szóval elvárom a srácoktól, hogy ne csak úgy rugdosunk a labdát, mert két dologban mondom el nekik, mindig emelhetünk föl a labdát, ha egy az egybe viszünk ki a partnerünket, vagy amikor nagyon nyomás alatt vagyunk, és nincs más lehetőség, de akkor úgy
visszabődítsünk, hogy tudjunk, hogy hova rúgunk a labdát, és megpróbáljunk ezt a labdát is meg is tartani. A játékrendszernek pedig vannak olyan fontos elemei, amelyek szakvezetőnk szerint elengedhetetlenek. Nagyon fontos számomra a váltás, majd egy példát mondok, itt van egy labda, a belső hátvédnek a labda, akkor a védekező középpályás például zárják, akkor van lehetőség ahhoz, hogy visszalépjen a 8-as, 10-es, az azt jelenti, hogy ha ő visszalép, akkor ez már azt mutat, hogy a szélsünk már jön be ebbe a pozícióba, hogyha itt vannak a védők, az ellenfél védőik, akkor meglegyen az, hogy mindig tartsunk a pozíciót, szóval a játékosok a szisztémán belül válthatnak a pozíciókat, de nagyon fontos egymásra figyelni, és ilyenkor a védő már jön fölfelé, és akkor úgy alakítjunk a három szöget, hogy nem veszítettünk pozíciókba, hanem a játékosok csinálják a dinamikát. Egy biztos, hogy Kuznyecov Szergej szeretné, ha csapata egy modern és gyors futballt képviselne. Ehhez pedig pályán belül is azon kívül is támogatni kell a játékosokat. Ha ők élvezni fogják ezt a játékot, ha meg tudják magukat mutatni a legjobb szempontból, az nyilvánvalóan azt fog jelenti, hogy a szurkolók fognak élvezni ezt a játékot, és mondtam is a múlt mérkőzésen a fél időben is, hogy tartsunk ki, ne kapkodjunk el, nem szabad nekünk átmenni az ellenfél játékra. Türelmeseknek kell lenni, csinálni kell azt, amit kiválasztunk, azt, amit megbeszéltünk, lesz a lehetőség, hogy gólt fogunk rúgni, nem is egy, és akkor ezt csak ki kell használni. Most nyilván az első mérkőzés voltak feszültségekben a játékosokban, meg nagyon kevés időnk volt ezt átdolgozni a pályán, de már ezen a mérkőzésen is látszottak ezek a dolgok, akiket elmondtam, és biztos vagyok benne, hogy mérkőzésre jobbak leszünk.